Üdvillő módon mindenkinek. A minap az egyik hardware store-ban, gazdaboltban vaszkálgattam, falon kívüli konnektorokat keresgéltem, és hát szóba elegyedtem ott egy úrral, aki ott éppen bent volt a boltba, mondja, hogy nézi a videókat, nagyon tetszik neki, stb., de valamit nem ért. És még hozzá azt, hogy mire elég 14,3 kWh eltárolt energia. Mert azt látta, hogy én lemerítettem, kijött belőle a megfelelő, de egy háztartás ő szerinte nem így működik, hogy így nyílgázon kimerítjük, és nagyon-nagyon igaza van, mert valóban nem így működik egy háztartás. Egyrészt, ha a nappali részét nézzük a dolgoknak, akkor ott lesz napelem is mögötte, ami azt jelenti, hogy az akku vagy csak készenlétben lesz, vagy éppen pont töltődni fog. Felhősebb idő esetén akár lehet, hogy pont amikor megy a nagyfogyasztónk, akkor felét állja a napelem, másik felét az aksi, de ahogy megszűnt a nagyfogyasztásunk, gondolok itt akár egy sütőre, akár egy, mit tudom én, bármilyen fogyasztóra, akkor meg már hirtelen átmegyünk töltésbe, tehát hogy nem csak a zakunak kell vinni az egész háztartást. Szóval nézzük meg ezt az áthidalási időt, és amire nagyon-nagyon kíváncsi volt, hogy ugye, hogyha ő mondjuk 100%-os akuval lesz a naplemente időszakába, akkor reggelig ő ki tudja húzni anélkül, hogy átmenjen hálózatra, vagy sem. Tehát, hogy mennyire elegendő ez. Számolgassunk egy kicsit. Tehát a kiindulási pontunk van 5 kW napelemünk. Van 5 kW-os inverterünk hozzá, és van nekünk 14,3 kWh tárolt kapacitásunk. Nézzük tehát, hogy mire van szükségünk naplementétől napfelkeltéig. Ott kezdődik a dolog, hogy van az inverternek egy önfogyasztása, ami konkrétan egy ilyen 60 watt körül alakul nagyjából, de ki tudjuk szorozni, semmi bonyolult nincsen benne. Gyönyörűségesen én meg is szorzom, hogy pontos értéket kapjunk. 53 volton 1,2 amper, ez azt jelenti 63 watt, jó, legyünk durvák, számoljunk 70 watttal. Tehát 12 óra hosszán keresztül, ami azt jelenti 12-ször 70 watt, az 840 wattóra az inverternek az önfogyasztása. Tehát a legelső értékünk az ugye lesz a mínusz 0,84 kWh. Ez akkor is elmegyen, ha semmit nem csinálunk. Ha az inverter csak önmagába várakozik, hogy fogyasszunk belőle. Mi történik ott még? Megyen nekünk egy routerünk, gondolom nagy valószínűséggel valami kis set-top boxunk, az is megeszik legalább 20 wattot. Akkor tehát 20 watt szorozva 12 órával újból, ez 240 wattóra. Mínusz 0,24 kWh. Tehát mindig konvertálom kWh-ba. Egyébként, hogyha 1000 wattos fogyasztónk lenne, akkor az 1 kWh lenne, 1 óra hossza használattal. Most 12 órára számoljuk ezeket a dolgokat. Mondjuk, ami statikus fogyasztó még a házban, van gyakorlatilag hűtőszekrény, esetleg fagyasztó. Nézzük akkor, hogyha ez 24 órára kivetítve a fagyasztó körülbelül 1,2 kW-ot teszik, nekünk ez fele időszak, az legalább 0,6 kWh. Tehát elveszünk megint 0,6 kWh-t a fagyasztóra. Elvehetünk gyakorlatilag megint a hűtőre is egy ilyen 0,4-et minimum. És akkor már fagyasztottunk is, hűtöttünk is, set-top box, internet, önfogyasztás is benne van. Nézzünk akkor egy olyan dolgot, hogy mondjuk legyen 6 óra tévé használat. Az én tévém speciál gyakorlatilag az 100 wattot fogyaszt. Tehát 6 órára az 0,6 kWh, hozzáérjük ezt is. Mi van még ilyenkor? Mondjuk későn estünk be, és még el kell indítani egy mosást is.
Egy mosás 40 fokon körülbelül fél kilowattóra villanyt fog felhasználni. Vonjuk ezt is ki. Ja, innen a K betű, meg kilowattóra, az nagyon-nagyon fontos. Hát menjen még valami, mondjuk nagyon nyár van, és működjön a klíma 6 óra hosszán keresztül. A mi klímánk az egy hajdu klíma konkrétan, most abból tudok kiindulni, hogy az nem egy inverteres klíma, az 6x6, 36, 3,6 kWh-t fog menni. És akkor így nagyjából ennyi. Mert mit tudom én, számolhatnánk még hozzá egyéb dolgokat, de most direkt ilyen nagyobb dolgokat akartam hozzászámolni. Ez ilyen mondhatni majdnem rutinszerű, mert lehet, hogy éppen pont nem fog menni a mosógép, de lehet, hogy bekapcsolsz mellette egy számítógépet, az is elviszi azt a fél kilowattórát, és így tovább gyakorlatilag, tehát ezt nyilvánvalóan lehet még variálni. Én most a mi saját fogyasztási szokásainkból indultam ki technikailag, de mondjuk számoljunk akkor egy kilowattórát számítógépre is. Legyünk durvák, azért mondom, legyünk durvák, legyen benne. Na most ezeket az értékeket össze fogom adni. Itt a számológép egyébként, nem tudom, hogy rábírja fókuszálni, vagy nem, ott van 7,78 kWh. Tehát ez az összes, így együtt, 7,78 kWh. Ez 12 órára kivetítve. Tehát ebben az esetben, ha nekünk van eltárolva 14,3 kWh-ránk, mondhatni, egy picivel 50% alá fogjuk meríteni az akupakkunkat estétől reggelig. És következő nap remélhetőleg fog annyit sütni a nap, hogy újra feltöltődjön a rendszer, de én szerintem ennyi fogyasztásunk a valóságban nem lesz. Viszont attól függetlenül, hogy most ezt kicsit még életszerűbbre hozzuk ki, egy ilyen akupakkot én be fogok szerelni a meglévő rendszerünkbe, és elemezni fogjuk ezt szépen csendbe. Én szerintem hetente kellene egy videó kijöjjön belőle, és visszanézve az adatokat, hogy mennyi volt a valós fogyasztás. Normál körülmények között én egyébként így a becsléseim alapján valahogy úgy kalkulálok, hogy mondjuk itt van nekünk a akugrafikonunk, ugye itt a 100%, itt a 0%, hogy valahogy így fogunk menni ilyen jojózva. Tehát körülbelül 50%-ot fogunk elérni minden egyes reggelre. Ha tartjuk ezeket a fogyasztásokat, amiket itt felrajzoltam technikailag, amit szerintem nem valószínű, hogy fogunk tudni tartani. A nappali időszakok teljesen mások lesznek, mert akkor már lesz napelem is a rendszerbe, és alapvetően, hogyha kicsit rosszabb időjárásunk van, szerintem még akkor is meg fogjuk termelni a szükséges energiát, tehát nem akuból fog elmenni. A kérdéskör az, hogy vissza fog tudni töltődni az aksi minden nap? Hogy nekünk mindig biztosítja ezt a majdnem 8 kWh-t? Vagy sem? Na erre a kérdéskörre lesz nekünk válasz, a következő videósorozat, aminek még nincs neve, de majd kitaláljuk. Itt látható az inverter, ami majd igazolja, vagy megcáfolja a számításaimat. Na meglátjuk, hogy melyik következik be. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy eredeti SML2-es, tehát nem a 58. kopi, ami hasonló házba került, ez eredeti. Ez napelemmel is hálózattal ment ez idáig, mostantól kezdve kapott akut is, és innentől kezdve már gyakorlatilag ez a funkció az meg is szűnt, amit eddig használtunk, mert innentől kezdve egyszerűen nem lehet átkényszeríteni kiegészítő módba. Ide helyeztem el alá szépen az aksit, gyönyörű szép vastag madzagok, hogy bírják az ampert. A kiselosztóba egyébként be fogunk szerelni 2 darab almérőt, egyet a bemenetre, egyet pedig a kimenetre. És gyönyörűségesen fogjuk látni, hogy mit tudott ő saját maga ellátni akuval és napelemmel, és mit kellett a hálózatból vételezzen. És akkor fogjuk látni, hogy na akkor hogy is működik egy jól méretezett rendszer egy átlagos háztartásban. Ha tetszett ez a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot,
és ha érdekel a kísérlet, akkor nézz vissza később is. Következő videóig is, na csá!